Három évvel ezelőtt, mint egy kísérleti jelleggel indult el szabolcs szatmár vármegyében a kicsi nagykövet és az attaség keresése. Az akkor elsőprő érdeklődés azóta sem hagyott talább, egyre több fiatal jelentkezik a tehetségfejlesztő kihíváshoz. Idén közel 20 .004., 5. és 6. évfolyamos diák jelentkezett, közülük vármegyénként egy nagykövetet és három attasét választanak. Közülük nemrég a Szabolcs-Szatmerberek vármegyei kulturális kicsi mutatkozott be, akinek történelem tanára hívta fel figyelmét a versenyre. Brigitte úgy fogalmazott, ez komoly felelősség számára. Nem csak az, hogy így kiálljak integetni így a színpadon, hanem hogy szeretettel átnyújtsam azt a, azokat az értékeket más embereknek, akik ami, amiről szól, mert ez a feladatom, hogy átadjam a értékeket másoknak, persze nem ilyen erőszakkal, hanem így jó szeretettel. Szeretettel, hogy ők is megértsék, és tényleg úgy gondoljanak rá, hogy ez egy nagy dolog, amiről szó van. A Kicsi Nagykövet verseny mellett más programok és vetélkedők is vannak a vármegyében, ezek mind ugyanazt a célt szolgálják, hogy a fiatalok jobban megismerjék lakóhelyüket, történelmi múltunkat és minőségi időt töltsenek együtt. Mindenről aztán játékos tudáspróbákon adnak számot. A tapasztalat az egyébként, hogy ez a legrövidebb út a, kultúra iránti elkötelezettségnek, vagy a hagyományok iránti elkötelezettségnek az átadására, hogyha a gyerekeket szólítjuk meg, és ők nagyon fogékonyak tudnak lenni. Ezért örülünk annak, hogyha a vetélkedőket tudunk megszervezni, éppen van most is folyamatban ugye az értékes barangolásnak a következő fordulója, ahol ugye az online forduló után megvannak azok a csapatok, az a 99 csapat általános és középiskolás kategóriába, aki a középdöntőkben a jövő elején magát, és aztán reméljük, hogy majd Országos szinten is viszik, majd Szabolcsaknál belegvár megye hírnevét. Az általános iskolások Nyíregyházáról, tisza Szalkáról, Szorgalmatosról, Rohodról, Kisvárdáról, Vajáról, Nyírmegyesről és Kálmánházáról mérik majd össze a tudásukat. Középiskolások pedig Nyíregyházáról, Fehérgyarmatról, Vásáros Máté Szalkáról és Kisvárdáról jutottak tovább.